Tanár, riporter, szerkesztő, fotós, művészeti szakíró, tárlatok házigazdája, kiállítások kurátora, a művészek támasza, a laikusok számára pedig idegenvezető a művészetek világában. 80 éves lett Nagy Miklós Kund, akinek neve összeforrt Marosvásárhely kulturális életével. Születésnapjára jelent meg az Azért van a világon című interjúkötet, melyben Demény Péter író, költő kérdezte Miklóst. Még mielőtt Nagy Miklós Kunddal beszélgetünk, hallgassuk meg, hogy Péter hogyan látja őt. Kedves közönség, kulcsot te találj ebben a könyvben Nagy Miklós Kundhoz. Miklós, aki mindenkit ismer és akit mindenki ismer, nem tűnik egy nagy borznak. De mindenkiről meg lehet tudni többet, mint amit már amúgy is tudunk. Ráadásul ő azok közé tartozik, akikről érdemes is minél többet megtudnunk. Ebben a szép kötetben, amelyet az Ábel könyvkiadó adott ki, megkérdeztem, ami eszembe jutott és amire kíváncsi voltam. Remélem, kérdéseim és a Miklós válaszai új kérdéseket ihletnek. Bálint Zsiga fényképei pedig arra, hogy újra és újra szemügyre vegyük ezt az embert, aki fényt hoz a kombinált füstje borította Marosvásárhelyre. Hölgyeim és uraim, nem beszélni kell, hanem beszélgetni. Péterről tudom, hogy nagyszerű író, jó emberismerő, és megvan az a különleges képessége, hogy tömören, de nagyon frappánsan, célra törően, színvonalasan és szellemesen tudja megfogalmazni mindazt, ami számára lényeges. És hát persze, jól esett ezeket olvasni, mert közben én is saját magamra ismertem. Persze az ember mindig gondolkodik, de nem foglalja össze önmagában azt, vagy csak nagyon ritka esetekben, hogy milyen is ő? Milyennek látják esetleg azok, akik kintről nézik, vagy azok, akikkel együtt él, akik jobban ismerik talán saját magánál is, itt gondolok például a feleségemre, esetleg a lányaimra, de én azt mondtam, ahogy elolvastam ezt a szöveget, nem tudom pontosan hova soroljam, de azt mondtam magamban, hogy igen, ha másért nem, ezért is érdemes volt elkészíteni ezt a beszélgetést, aminek különben azért örvendem. Jó a cím is, amit választottunk, mert de lényegében ő volt ennek a szerzője, kiragadtuk a szövegéből, mert többféleképpen lehet tovább gondolni, vagy folytatni, azért van a világon. Nyilván az otthonérzés kérdése az benne van, de én azt mondhatnám, hogy azért vagyok a világon, hogy jól érezzem magam benne Marosvásárhelyen, de jól érezném lehet máshol is, de én ezt a várost szerettem meg már, miután eljöttem ide Nagyenyedről, és ezért azért mondom, hogy az eltelt 6 évtized alatt hát én marosvásárhelyi lokálpatrióta lettem, még hozzá szenvedélyes lokálpatrióta, és ezt nem bánom, de úgy is lehet folytatni a szöveget, a címet, hogy azért van a világon Nagy Miklós Kund, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy sokan itthon, otthon érezzék magukat Marosvásárhelyen, vagy ha lehet, még nagyobb, tágabb körben. Ha jól tudom, Miklós, a mai napig Nagyenyeden is otthon érzi magát, ugye ez az első település, amely hát ezt a világot elindította. Igen, hát persze, hogy otthon érzem magam, csak nagyon ritkán megyek. Amikor megyek, akkor mindig a kollégium és a református temető, ahol a szüleim nyugszanak, az amely vonz. Mi mindent sikerült ott Nagyenyeden abba az életre szóló puttonyba pakolni? Tehát, hogy milyen alapokat szerzett Nagyenyeden? Hát lényegében minden ott kezdődött. Tehát a család, az iskola, az, hogy a diák élet, a hagyományok és a családot aztán lehetne szétbontani, hiszen eléggé főleg anyai ágon eléggé régi enyedi gyökereim voltak ott, és azt a könyvbeli beszélgetésben is elmondtam, hogy számomra mindig egy kicsit olyan döbbenetes, noha jó rá gondolni, hogy a dédapám, aki dr. Fogarasi Albert történész volt, egyiptológus, aki még élt akkor, amikor én születtem, 2,5 évig, de hát én arra az időszakra már nem emlékszem, az emlékezetem még megmaradt úgy, ahogy amennyire, 80 évesen is, de azt nem tudom feleleveníteni, esetleg olyan hangulati elemek ki felfeljönnek, de azt tudom, és akkor mindig elcsodálkozom, hogy ő 1851-ben született. Én 1943-ban, 45-ben meghalt, és lényegében én tartottam a kapcsolatot akkor a 19. századdal, és szinte a 48-as, 49-es forradalom idejével, szabadságharc idejével, tehát hogy milyen különösen alakulnak az emberi sorsok, persze ehhez az kellett, hogy ő is 94 évig éljen, és azt kellett, hogy erről én most beszélhessek, hogy most 80 éves vagyok. Tehát így összekapcsolódnak a századok, és az alatt mennyi minden történt. És amikor a dédapám született, akkor ő Tordán született, de akkor még Nagyenyed alig-alig heverte ki azt a borzalmas pusztítást, amit a mócok, a martalhócok pusztítása, gyújtogatása, gyilkosság, tömeggyilkosság, stb. Okozott abban a városban. Na de ennek a nyomát én, amikor már a középiskolás voltam, azért csak nagyon közvetve tapasztaltam, mert az egy olyan időszak volt, amikor ezekről a dolgokról azért az iskolában nem igen beszéltek. A család tudott róla, de már akkor is olyan idők voltak, hogy voltak bizonyos témák, amikről nem nagyon lehetett beszélni. Hát én enyeden ezt is megtapasztaltam, meg azt is, hogy milyen, ha van az embernek egy bátyja, hogy akkor az valamilyen módon mindig megkönnyíti számára, hogy az életbe bekapcsolódjék, ugyanakkor viszont kialakíthat benne vagy egy kisebbségi érzést is, vagy pedig egy olyan elszántságot, hogy na, én úgy fogok élni, úgy fogok dolgozni, tanulni mindenfélét, hogy minél hamarabb elhagyjam. Hát számomra ez nagyon fontos volt, hogy a bátyámat, aki szintén szeretett, nagyon szeretett sportolni, mint én magam is, hogy bizonyos dolgokban, ha lehet, mindenben legyőzzem, mire felnövök én is. Hát én is atlétizáltam is, de sprintszámokban sose tudtam megverni, pedig meg voltam győződve, hogy ez is sikerül. A labdasportokban inkább, de a lényeg az, hogy kialakított ez a helyzet is bennem egyfajta dacos elhatározást, hogy na, én ezen a téren is tovább kell haladjak. Ez a versenyszellem megmaradt? Mert valahogy én nem vélem felfedezni ebben a nagyon kedves, barátságos Miklósban, akit én látok. Nyilván nem zárja ki egyik a másikat. Nem zárja ki, de ez, ha így vesszük, ez a versenyszellem önmagammal szemben maradt meg, mert ha valamit elérek, akkor a legtöbb esetben aztán egy időn túl azt mondtam mindig, hogy hát ennél tovább kell lépni. Ez nem elég még, és nem úgy kell elképzelni, hogy mind többet vagyont, mind több pénzt, mind több hírnevet akartam szerezni magamnak, hanem ha elkezdtem könyvet írni, és befejeztem, egy kicsi időszak kellett, amíg kipihennem magam, már amennyire az én életstílusom ezt megengedi, de már utána újra vállaltam feladatot, és ez így ment évtizedeken keresztül, hogyha elkészítettem egy fontos emberrel egy interjút, egy beszélgetést, akkor azon a területen úgy éreztem, hogy a másik fontos emberrel is kell, és így lépésről lépésre így mutatkozott meg a bennem, hát versenyszellemnek is nevezhetem, de a bennem működő ambíció, a kíváncsiság, mert újságíróként, interjúkészítőként mindig ez hajtott, hogy megismerjem azt, akivel beszélgetek, mint ahogy Orsival így beszélgetünk. Hát oda-vissza alapon nem csak arról tudok meg dolgokat, akivel beszélgetek, hanem a beszélgetés során is önmagamban is felfedezek ilyet vagy olyat, amiről esetleg nem is gondoltam, hogy ez is bennem van. Bizony tapasztalom én is, hogy minden beszélgetésből tud tanulni az ember, rossz vagy jó tapasztalatot is le tud vonni, nyilván ez a munka velejárója. A Marosvásárhelyi Rádió aranyszalagtárában hát most is rengeteg értékes hanganyag bizonyítja, hogy mennyi leckét kapott Nagy Miklós Kund. 17 évig volt a rádió munkatársa? Igen, igen, addig, amíg meg nem szüntették, de az kérdés, hogy ha nem szűnik meg a rádió, hogy ma is itt beszélgetnénk-e, vagy sem, nem tudom, mert az a helyzet is, vagy nem csak az a helyzet, de az kényszerhelyzet volt, hogy elvették azt a lehetőséget, én éltem-haltam a rádiózásért, a beszélgetésért, az emberi hangért, az élőszó varázsáért, tehát ettől elválasztottak, kényszer volt, és manapság, ha az embernek megszűnik az állása, úgy általában nem tűnik olyan tragikusnak. Én vagy mi, akik akkor egyből ott maradtunk a rádió nélkül, úgy éltük meg, hogy ez tragédia. Én sokáig a könyvtárnál, hát én könyves ember vagyok, szeretem a könyveket, de a könyvtárnál úgy éreztem, hogy kényszerből dolgozom, miközben nagy odadással dolgoztam, mert én, ha valahol vagyok, csak így tudok dolgozni. És ezért volt az, hogy hát ha rádiózni nem lehet, akkor lehet, hogy az újságírásnak, amire kezdetekben gondoltam középiskolásként, valamilyen módon van esélyen állnom is. És hogy én olyan fajta rádiós voltam, aki abban a kevés szabadidőmben, amikor lehetett, ha úgy adódott, írtam is újságban vagy folyóiratban. Tehát így tudtak rólam, és így kerültem aztán az újsághoz. Népújsághoz, ugye? A Népújság, akkor nem Népújság volt, Vörös megyei pártlap, ami nagyon kegyetlen dolog volt, csak nekem megvolt az a kivételes szerencsém, hogy persze voltak ilyen musz feladatok, amit parancsba adtak, hogy meg kell csinálni. Ott se csináltam mindent, de kellett, amit kellett. Ugyanakkor viszont nagyon sok olyan dolgot a művelődési rovatnál, a kulturális dolgot, irodalom, művészet terén ki tudtam futtatni, amivel úgy éreztem, úgy érezhettük, hogy egy kicsit többet adtunk a közönségünknek, a közösségünknek, mint amit akkoriban megengedtek volna. Miklósban volt valaha félelem, amikor embereket kellett megközelíteni és interjúra bírni? Mert tudom, hogy vannak olyan nagy sikerélmények is, mint például Székely János, ugye, aki nem nagyon vállalta az interjús helyzeteket. Igen, hát, hogy mondjam, a kezdetekben volt bennem egy kis tartás, hogy mi lesz, hogyha én felkérek valakit beszélgetni, és az azt mondja, hogy nem. Hát persze volt ilyen is, de azért én nehezen mondtam le az elképzeléseimről, és kiderült, hogy van bennem eléggé meggyőző erő. Annak ellenére, hogy én mikor kezdő rádiós újságíró voltam, akkor még nagyon fiatalos kinézésem volt, és voltak nagyszerű sztorim, amivel aztán nagyon jól önmagamban vissza is éltem, mert mert zavarba hoztam a leendő interjú alanyaimat, mert nem nézték ki belőlem, hogy én rádiós vagyok. Emlékszem jól, hogy Dragomán Györgynek, az írónak a nagyapja, Dragomán Pál, nagy tekintélyű professzor, a múzeumnak ott volt a múzeum székhelye, az igazgatósága, ahol most a tűzoltóság mellett itt Vásárhelyen a Természetrajzi Múzeum van. Telefonon beszéltünk, megbeszéltünk egy találkozót, egy interjúra, elmentem hozzá nagy boldogan, és bevittek oda, nem volt ez olyan nagy ceremónia akkor. Bementem, fogadott, de nem tudta, hogy hova tegyen, és egyszer csak felderült. Jaj, igaz, visszahoztad a kalapácsot. Na, ez már nekem újságíróként helyzeti előny volt, mert aztán szovarba jut, mikor elmondtam, hogy én szerkesztő vagy riporter vagyok. Attól kezdve már nyilvánvaló, hogy persze a kellő tisztelettel, de olyan szinten és hangulatban tudtunk beszélgetni, hogy engem az ne zavarjon, hogy rangban annyival fölöttem áll. De tulajdonképpen én úgy vettem ezt az egész hivatást, hogy persze az újságíró nem tudja annyira beásni magát egy területre se, mint mondjuk az a szakember, akivel beszélget. De mindig alaposan fel kell készülni rá, és úgy kell ezt a beszélgetést többnyire irányítani, hogy érvényesíteni lehessen azt a nagy tudást vagy szaktudást, amivel a beszélgető rendelkezik. És ez azt is jelzi, hogy én mindig azért igyekeztem alaposan felkészülni egy-egy interjúra, de mindig el tudtam tekintetni attól, hogy voltak nekem kérdéseim, de ahogy a beszélgetés alakul, az szerint igazítsam azt, hogy még több dolog kiderüljön arról az emberről, akit úgy találok, hogy érdekes lehet mások számára is. És még valami, ami számomra a mai napig is nagyon fontos, hogy a szerkesztő, a rádiós, a tévés, az újságszerkesztő, az minden pillanatban készen kell legyen arra, hogy felkészülés nélkül egy adott helyzetben tudjon ugyanúgy beszélgetni, mint hogyha nagyon készült volna arra, mert ki tudja, hogy mikor, vegyük például azt, hogy teljesen véletlenül összejöttem egy adott pillanatban a Magyar Tudományos Akadémia mostani elnökével, a Freund Tamással. És nyilván én akkor nem szalaszthattam el ezt a lehetőséget, hogy beszéljek vele. És ez azt is feltételezi, hogy az embernek, a szerkesztő, újságíró embernek naprakész információi kell, hogy legyenek, lehetőleg minél tágasabb területen. Nyilván én leginkább az irodalom és művészetek terén vagyok otthon, de más dolgok iránt is érdeklődöm, tehát nálam nincs olyan, hogy csak filmet nézzek, vagy csak színdarabot, vagy csak ide menjek, vagy oda menjek. Amikor fő műsoridő van a hírcsatornákon, akkor ezeket én megnézem. Tehát nekem fontos az, hogy azt is tudjam, hogy politikailag, társadalmilag, sportterén, más vonatkozásban, mi történik itthon, körülöttünk a nagyvilágban. Az aztán egész más, hogy itt, ha itt körülnézünk ezeken a könyveken, akkor a nagy részük azért művészet, azért irodalom, azért az élet ilyen szellemi termékei körül forog, és számomra az volt a legfontosabb. És ez nagy öröm és nagy lehetőség, ha visszagondolok, hogy lényegében mindig azzal foglalkoztam, amit szeretek. Itt a Bernády házban is, ahol most ülünk, nem tudom, milyen nagy szavakat vagy mondatokat lehet-e használni, hogy tulajdonképpen második otthona, vagy egyik otthona bizonyosan mert szinte minden héten történik itt valami, aminek a házigazdája, vagy tárlatának vezetője, megnyitója, méltatója Nagy Miklós Kund. Hát mi mindent adott ez a Bernády ház önnek? Nagyon sokat adott, tehát tényleg olyan szinte, mint a második otthonom lenne, de hát nem csak egy esemény van egy héten, több is, néha naponta is... Keveset mondtam, bocsánat. Néha naponta is több van, amiben valamilyen módon részem van. És hát az mindig egy komoly, mert az ember szeret kihívásról beszélni, de nem tudom másképp megfogalmazni. Tehát azt, hogy hozzájárulni ötletekkel, munkával, szervezéssel, egyebekkel, miközben az ember azért mással is foglalkozik, hogy ezt a házat tartalommal töltsük meg, olyannal, ami vonzza a közönséget, ami nyújt valamit a közönségnek is. Persze számomra egy ilyen kiállítás is, mint itt most a temesvári fiatal művész Bajkó Attila festményei láthatók. Ez is sok mindent adhat a közönségnek is, mert nagyon szép kiállítás, de nekem is az is elég tétel, hogy egy ilyen kiállítást össze tudtam hozni, tehát kurátori feladatokat is végeztem, de ugyanakkor tegnap este fenn az emeleten fotókiállítást nyitottam meg, és még közben az már nem a Bernády ház, de a várból jöttem le ide egy olyan rendezvényről, ahol a sajtóról, a szerkesztésről, az újságírás újabb válfajairól, lehetőségeiről, csődjéről, kihívásairól beszélgettek fiatalokkal. A fiatalok nagyon fontosak. Ezért hangsúlyoztam Bajkót is, hogy nekem az is nagy elégtétel, hogy 80 éves fiatalként ide tudok hozni a Bernády házba, kiállítani olyan ifjú, esetleg pályakezdő, de nagyon tehetséges, ígéretes festőket, szobrászokat, grafikusokat, más műfajban jeleskedő alkotókat, akiknek lehet, hogy másképp sokkal nehezebb volna a bemutatkozási lehetősége, és ehhez is hozzájárulhatunk. Több száz alkotó, meg annyi művészeti ág. Miklós, hogyan tud az ember a kritikára is figyelni? Vagy hogyan tudja elmondani azt is, hogy valami hiányosság, vagy valamire másként kellene figyelni ebben a szakmában? Ugye egyébként Erdélyben problémánk ez, hogy nem tudunk hitelesen kritikát írni. Igen, hát itt erre a dologra nagyon jól rátapintott, mert nekem ez egy gyenge oldala. Olyan tekintetben, hogy én egy olyan jószívű ember vagyok, nevezem így magam. Tehát én nagyon nehezen tudok valakit megbántani. Nagyon nehéz számomra, hogy úgy nyilatkozzam valakiről, hogy az elmarasztaló legyen. Persze az ember, ha egy színdarabot megnéz, egy színházi előadást, vagy meghallgat egy szavalatot, vagy egy koncerten részt vesz, vagy képeket néz, észreveszi a hibákat is. Hát lényegében ezekre is fel kellene hívni a figyelmet, és azzal, amikor a kiállítás megnyitón, egy szemeszta példát, méltatom az illetőt, ott nehéz úgy méltatni, hogy akkor a hibákat ugrasztom ki. Tehát ott már egy kicsit nem azt mondom, hogy lakkozok, de elhallgatok bizonyos dolgokat, amik esetleg a közönség elé kívánkoznának, de ezt én már csak utólag, mert én mindig szabadon beszélek, és akkor könnyebb ezt így elmondani, hogy elhallgatom a hibákat, de amikor leírom, akkor már ott érzékeltetem azt, ami az én észrevételem szerint nem sikerült oldala annak a jelenségnek, de ez nem feltétlenül kritika. Én amikor kritizálok, amikor a hibákat ugrasztom ki, az elsősorban a Népújságnál a heti jegyzet rovatom, az erről jut eszembe, amelyben azért érvényesítem azt is, hogy van humorom esetenként, legalábbis humorérzékem, ezt azért valahogy ki tudom írni magamból, de hát vannak, akik tudják, hogy én kabarészerző is voltam, és hát ott a Gruppe Hetsz nem arról volt híres, hogy nem szókimondó, ott bizony volt szókimondás is, tehát ott azzal is tudtam azt, ami engem bánt, azt előadni. És van még egy másik oldalam is, ahol, amiről jóval kevesebben tudnak, hogy a kritikát, az iróniát, az öniróniát, azt verselve is ki tudtam magamból néha írni, amikor úgy éreztem, hogy na most játszani kell. De ez is egy komoly játék, ha így vesszük. De azt hiszem, hogy saját magának a legnagyobb kritikusa, nem? Persze, én saját magamról, ha kellett, nem kellett, hanem én írtam, hogy ha már írtam valakikről limeréket, akkor kezdjem magammal. Volt úgy, hogy egyszerre három más szempontot futtatva ki a hibáimból, és hát azt pláne nem tudják, de az is jelent meg valahol itt-ott, hogy tréfás sírverset is írtam magamról. Tehát persze az ember ezzel már nem szívesen viccel, de akkor igazi, hogyha mindennel próbálkozunk. Hát, ha mindennel próbálkozunk, akkor itt írtam egy listát, de nyilván a teljesség igénye nélkül. Tehát tanár, riporter, szerkesztő, művészeti szakíró, fotós író, közben pedig édesapa és férj. Ahogy a Demény Péter fogalmaz, az Azért vagyunk a világon, ugye interjúkötetben, életre szóló házasságban él Évával. Nagyon szerettem ezt a megfogalmazást. Tehát hogyan lehet zsonglőrködni akkor a magánélet és a szakma között? Ez a lehetetlen kihívás Miklósnak hogyan sikerült? Tehát én igyekeztem jó férj és jó apa lenni, de ha valaki egy életre kapcsolatot köt, méghozzá nagyon szoros kapcsolatot a hivatásával, a munkájával, akkor nagyon nehéz ezen a másik felén mindenben a legjobb lenni. De az roppant nagy szerencse, hogy mi úgy egymásra találtunk a feleségemmel, fiatalok voltunk, amikor összeházasodtunk, hogy úgy egymásra tudtunk hangolódni, hogy nagyon sok mindent felvállalt, abból is, ami adott esetben a családfő vagy az apa munkája lenne, vagy lehetne a szokás jog szerint. Tehát bizonyos dolgokat áthárított magára, én meg akkor tudtam dolgozni. Én ebben az interjúban nem beszéltem arról, de én akkor, amikor a legkeményebb terepmunkától elkezdve mindenfélét csináltam rádiósként, akkor rádiós 17 évig voltam, de utána még hosszabb ideig nekem roppant nehéz volt, hogy hatalmas migrén rohamaim voltak, amik egy napra, két napra, három napra ledöntöttek a lábamról. Nagy szerencsém van, hogy aztán a későbbiekben, amikor már az új ambíciókat még szélesebb körben próbáltam teljesíteni, ez valamitől elmúlt. Tehát lényegében még ez is rajta volt, és ezt valószínűleg a lányaimmal való kapcsolatban érzékelhették ők, hogy bizony néha vagy nem vagyok otthon, vagy éppen ki vagyok kötve a nagy fejfájás és a rosszul lét miatt, de azért én úgy hiszem, hogy olyan sok közös eseményünk, programunk volt, hogy azért ők is nagyon szívesen emlékeznek vissza sok-sok mindenről, ami az eltelt évtizedekben volt. A feleségemmel pedig én azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy nem csak élettársak lettünk, hanem kiváló barátok is. Ez azért is fontos, mert az eltelt évtizedek során legalább 3, ha nem 4 baráti társaságot veszítettünk el azzal, hogy szinte testületileg mindegyre elmentek az országból. És ahogy telik az idő, az ember mind nehezebben tud igaz barátokat, igazi barátságot kialakítani. És milyen jó, hogy az ember ráismer arra, hogy a minőségi kapcsolatok is ugye az élet egyik fontos velejárója. Tehát Miklósék is sokszor elhagyják az országot, persze visszajönnek, mert hogy az utazás, a kirándulás ugye az egyik szórakozás. Igen, és tulajdonképpen, ha ki akarok kapcsolódni, akkor azt csak így tudom, hogyha messzire megyünk innen, persze azért most is félfüllel, félszemmel itthon is vagyok, mert az ember megnézi, hogy mi történik az alatt, amíg ő nincs itt, és bizony nagyon fájlalja és sajnálja, hogy na ebből is kimaradtam, abból is kimaradtam, de lényeg az, hogy fel tudok töltötni, és most már hosszú évtizedek óta, hát egyfelől, mikor megyünk Dániába, akkor az már az is egyfajta világjárás, hiszen a kezdetekkor nem repülővel mentünk, hanem mindig átvonultunk Európán kocsival, és akkor megálltunk itt is, ott is, amikor nem egyből rohantunk le, ha lerohantunk, akkor visszafelé. Tehát azt a részt jól ismertük, de a nagyobbik lányommal, aki Budapesten él, velük aztán már nagyon hosszú ideje, minden évben elmegyünk valami nagy európai ilyen-olyan kirándulásra, akkor saját magunk szervezzük meg, hogy mit keresünk fel, mit nézünk fel, de ezt mégis olyan lazán igyekszünk csinálni, hogyha útközben valami érdekesebb, akkor átnyergelünk arra, vagy ha úgy érezzük, hogy na ezen a helyen érdemes többet ülni, akkor inkább fájó szívvel, de lemennünk egy másikról. Hát ez egy nagyszerű dolog. Emellett, amikor lehet, azért nagy csoportos kirándulásokra is elmegyünk, és ez mióta úgy vagyok fotós, hogy tényleg van az okostelefon, amin én arra figyelek, hogy nagyon jól legyen a kamerája, meg minden, amivel fotót lehet készíteni. Azóta nagyszerűen lehet gyűjteni az élményeket, amiből az ember utólag nagyon él lelkileg is, meg esetleg újságíróként is, és számomra nagyon fontos, hogy több ezres ilyen fototékám is van, ahol hát persze azt mindig rendben kéne tartani, de mikor van erre ideje az ember? Majd a nyugdíjas, ugye? Igen, várom a nyugdíjas leszek, de mindig csak bíztat a család, hogy hát mikor hagyod abba? Az unokáim is kérdik, akik már nagy felnőtt emberek, de ezt nem lehet abba hagyni. És mi minden fér még bele? Foglalkoztatja az idő múlása Miklóst? Hát közvetve foglalkoztat, de nincs időm az időre gondolni. Tehát úgy túlvállalom magam mindig, itt is a jó szívemre hivatkozhatom, mert sokan tudják, hogy hiába mondom, hogy nem tudom vállalni ennek a megnyitását, vagy ennek a könyvnek a bemutatását, mert hát fizikailag nincs rá időm. De tudsz, és akkor van egy olyan is, hogy hát ha nem tudod, most tudod a jövő héten. És akkor már ezt roppant nehéz azt mondani, hogy nem. Na itt van a baj velem a család szerint, hogy nem tudok nemet mondani. De azért megválogatom, hogy mire nem mondok nemet. Úgyhogy ez is fontos, hogy az ember tartsa magát ahhoz, ami a meggyőződése. Annak ellenére én igyekszem mindenkit meghallgatni, mindenkinek a szempontjait is megérteni, esetleg adott pillanatban bele is helyezni magam abba az egész mindenféle környezetbe, hogy milyen is ez, de persze nagyon nehéz meggyőzni engem arról, hogy nem az én igazam az érvényes, hanem az. De nem vagyok kizárólagos. Tulajdonképpen ez egy olyan bővés szám már, nem bővész, hanem bűvös szám a 80, hogy ezt már mindenki soknak tartja. Én magam is, de még jöhet a következő 20. Hát legyen így, és soha meg ne szűnjön kíváncsinak lenni, Miklós. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.